Önök az M-Plain Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreink következnek. Képzés és támogatás. A város hátrányos helyzetű lakosságának támogatására nyert támogatást Sátoraljaújhely. Pokoli történetek. Az ismert televíziós újságíróval találkozott a sárospataki közönség. Mi leszek, lehetek, ha nagy leszek? Szakma bemutató délután szerveztek a Sátoraljaújhelyi Katolikus Szakközépiskolában. Képzésre és foglalkoztatásra, közösségi házfelújításra, szociális és oktatási tevékenység támogatására nyert pénzt a Sátoraljaújhelyi önkormányzat. A város ezzel csatlakozott ahhoz a komplex telepprogramhoz, amely a térség számos városában megvalósult már a hátrányos helyzetű, főleg róma lakosság megsegítésére. A programba 6 utca lakosságát kapcsolják be, nekik szerveztek tájékoztatót a városházán. A Hunyadi úti óvoda épületének közösségi szolgáltató házávaló átalakítása is szerepel a tervek között abban a komplex teleprogramban, amelyet Sátoraljaújhely nyert el a közelmúltban. A TÁMOP hasonló pályázataira más észak-magyarországi településeken már van példa. Az első körben nyert ilyen támogatás Salgótarján, ott már több mint 2 éve használják az ott élő, szociálisan hátrányos helyzetűek a közelben kialakított Csillagpont szolgáltató házat. Ilyet szeretnének itt is kialakítani. Egy szociális szakember 10-15 fővel kell, hogy foglalkozzon, fejlesztési tervet kell készíteni, egy settlement típusú szociális munkáról beszélünk, hogy akik a Hunyadi út 6 szám alatt lesznek, közelebb a szegregátumhoz, az ott élőkhöz, akik tudják segíteni a mindennapi életvezetésüket, tanácsot, információt szolgáltatnak, és egyénre lebontva fejlesztési tervet készítenek. A program képzési és oktatási részt is tartalmaz. A kiválasztott 6 utca, Bihari Köztársaság, Ligettér, Járóka, Meder és Balázs utcákon az Egyesített Szociális Intézmény munkatársai végeztek el egy felmérést, hogy megtudják, mit szeretnének az ott élők, és hogyan lehet ezt megvalósítani. Azokra a képzésekre fókuszáltunk, amire egyrészt tudjuk, hogy a későbbi közmunkaprogramok kapcsán szükség van, illetve egy olyan tudásra tudnak szertenni az érintettek, amit használni is lehet. Kertész képzés, gyógynövény gyűjtő képzés került be, szobafestő, motorfűrész kezelő, tehát tényleg olyanok, amit a város életében, a városlátó szervezet mindennapi munkájában használni tudnak. Én bízom benne, hogy ilyen is fognak a lehetőséget. A képzésre jelentkezők sok gyakorlati foglalkozáson vesznek majd részt olyan szakmákban, amelyre mind az önkormányzatnál, mind pedig a munkaerőpiacon látnak esélyt a hasznosításra. A szakmai programot a Türi István Képző és Kutató Intézet Miskolci Igazgatósága koordinálja a helyi roma referens segítségével. Rengeteg olyan fiatal tudunk bevonni, akik nem az utcán fognak cselengeni, hanem ebbe a közösségbe belépnek és fognak tudni dolgozni. Családos anyák fogják tudni azokat a dolgokat megtudni, amit az előadók fognak tartani, és próbálnak ők az életszínvonalon valamennyire segíteni, hogy minél könnyebb legyen a napi életforma. A pályázat szabadidős és segítő tevékenységet is támogat. A kiválasztott utcákban élőknek családi napot, ifjúsági és felnőtt programot, tanácsadó és tájékoztató fórumokat szerveznek majd. Ezt a munkát a Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége látja majd el. Pokoli történetek, angyali történetek, avagy 2 óra alatt a föld körül Vujic Rutkóval. Filmvetítéssel egybekötött közönség találkozót tartott Sárospatakon a Pulitzer emlékdíjas műsorvezető riporter. A világ legmulatságosabb diktatúrájáról, Észak-Korea 7 pecsétes titkairól beszélt, és arról, hogy miért tartja fontosnak az egyének erősségét bemutatni. A hétköznapi hősök történetére több százan voltak kíváncsiak. 1991-ben a jugoszláv polgárháború eseményeinek hatására lett újságíró Vujic Rutkóból, aki, ahogy fogalmaz, későbbi tanulmányai és munkái során egy fontos dolgot tartott szem előtt, az igazságot. Munkássága alatt arra törekedett, hogy az igaz történeteket, főként magyar hősöket mutasson be. Televíziós munkáit és könyveit sokan ismerik, mégis úgy döntött, 2 órás egyfajta színházi estet tart a világ legpesszimistább népének, a magyaroknak, mert úgy érzi, szükség van a jó példákra.
Én arra tettem fel az életemet, hogy valódi példaképeket mutassak be. Olyanokat, akikre azt tudom mondani a fiaimnak, hogy nézzétek, szeretném, hogyha olyanok lennétek, mint ez a bácsi vagy ez a néni. És hiszem azt, hogy a sok-sok értékválság mellett az emberek erre kíváncsiak. A sorsok és az élethelyzetek eltérőek, de egy biztos, hogy sokat panaszkodnak saját sorsukról az emberek, pedig van rosszabb is, mondja Vujic Trutko hozzátéve. Persze nem annak kell örülni, hogy mégsem olyan rossz az életünk, hanem a pozitív hatásokat kell keresnie mindenkinek a saját életében. Én megpróbálok egy sajátos szemüveget mutatni, kinyitni egy ablakot, elhúzni egy függönyt, megmutatni egy világot, ami után az ember azt mondja, hogy fú, de boldog vagyok én. Jaj, de baromira boldog. Jaj, de jó, hogy itt egy pohár víz, megiszom és nem halok bele. Hogy az előadás után elmehetek vacsorázni. Hogy valahol lefeküdnöm aludni. Hogy de jó, hogy van cipő a lábamon. Nem kell minden nap úgy felkelni, hogy Etiópiában éhen halnak a gyerekek, de jó azt tudni, hogy ebbe én most nem haltam bele. És ez is fontos dolog. Szintetelt ház fogadta a Pulitzer emlékdíjas újságírót, aki a pokoli és mennyei történeteivel Sárospatak közönségét is megérintette. Szakmai délután tartott a Sátoraljaújhelyi 5. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium közgazdaság ügyvitel tagozata. A program 2 céllal valósult meg. Egyrészt az oktatási intézmény egykori diákjainak előadásán keresztül szerették volna felhívni a jelenlegi tanulók figyelmét, hogy már középiskolai tanulmányaik során fontos leendő szakmájuk minél magasabb fokú elsajátítása, másrészt a játszva tanulás módszerét is alkalmazták az eseményen. A középfokú oktatási intézmény egykori diákjainak előadásával kezdődött a katolikus keri közgazdasági ügyviteli ágazatának szakmai délutánja. A volt kerisek beszéltek arról, hogy mit adott számukra az iskola, hogyan befolyásolt a pályafutásukat, és felhívták a jelenlegi tanulók figyelmét arra, hogy már középiskolai tanulmányaik során kiemelt jelentőséggel bír, hogy minél magasabb fokon elsajátítsák leendő szakmájuk alapjait. A tudás az egy olyan hatalom, amit soha senki nem vehet el az adott egyéntől. Minél többet és minél alaposabb tudásra tegyenek szert, mert most van annak az ideje, hogy tanuljanak. Saját magam példáján tudom azt mondani, hogy munka mellett és család mellett nagyon nehéz főiskolai egyetemi tanulmányokat folytatni, nyelvvizsgát tenni, közben dolgozni és a munkahely elvárásainak megfelelni. És mindent, amit tesz az ember, szeretettel és alázattal. A keri diákjai érdeklődéssel hallgatták az előadásokat, sokat okulva belőlük. Nekem elsősorban azt tetszett, hogy mind a ketten kifejtették, hogy mennyire fontos a kitartás, és én is ezt szeretném majd megfogadni, hogy minél kitartóbb leszek, minél lelkesebb, és nagyon várom már, hogy én is befejezzem a kerit, és kíváncsi leszek, hogy ezután hová fogok tovább menni. Az iskola igazgatója szerint fontos, hogy tanórán kívüli foglalkozások keretében is rávilágítsák a gyerekek figyelmét annak a képzésnek a hasznára, melyben részt vesznek. Látja azt a diák, hogy igen, valahol elkezdtük, és valahova el lehet jutni. Ők sikeresek, elérték a céljukat, tudták azt a tudást érvényesíteni. Elmondják ugye, hogy főiskolán, egyetemen megalapozott tudással léptek be, és ez nagyon jó, hogy látják, hogy van haszna, van gyakorlati haszna az itt tanult anyagnak. Az előadásokon túl a közgazdasági és ügyviteli munkaközösség szakmai programján pályaorientációs foglalkozásokra is sor került. Ezen keresztül játékos formában ismertették meg a tanulókkal a két terület munkáját. A játszva tanulás az mindenképpen előnyt jelent a diákoknak, tehát észre sem veszik, hogy olyan dolgokat megtanulnak, amit esetleg máskor nem. A délután folyamán volt tőzsdejáték és játékballang, de a nyögtekerészeti mellfekvencs görcsölési technikáit is elsajátíthatták a fiatalok, ám ezek a feladatok, ha játékosan is, de a diákok fejlődését, tudásuk gyarapítását szolgálták. Sárospatakon is nyilvános filmvetítése mutatta be az Emplén Televízió azt a 3 alkotást, amelyet a helyi Léder közösség támogatásával készítettek el munkatársaink. A filmek Zemplén természeti és ember alkotta értékeire irányítják a figyelmet. Így a Bodrogzug csodálatos világát, vagy a népi építészet remekeit is feldolgozták televíziósaink. Vulkánok lejtőin Zemplén épített és természeti értékei a címe annak a programnak, amelynek keretében újabb 3 a térségünkről szóló filmet készített a Zemplén Televízió.
Az úgynevezett LEADER pályázati program biztosította az anyagi forrásokat a munkálatokhoz. A három alkotást készítőik jelenlétében mutatták be a nagy közönségnek Sárospatakon is. Az alkotó tevékenységet értékelni kell, a lehetőségeket pedig biztosítani, mondta Arros János. Az Emplén Televízió most már évek óta nem csak a hagyományosan rátartozó feladatokkal, a közszolgáltatással, műsorkészítéssel, műsorszerkesztéssel foglalkozik, hanem hála Istennek köszönhető a munkatársaknak megyében, az ország határain belül országos filmfesztiválokon és nemzetközi filmfesztiválokon is megmutatják a tudásukat. A televízió napi szinten dolgozza fel a térség történéseit, amelyben mintegy 20 ember állandó és pontos munkájára van szükség. A leterheltség mellett azonban rendre készülnek nagyobb volumenű produkciók is, amelyek a térség érdekeit is szolgálják. A helytörténeti értékeink megismerése az nem csak az önértékelésünkben segít, hanem egyfajta hangulatot, egyfajta életérzést kelt. Ez mindenki számára fontos, hogy értékelje azt, ahol lakik, ahol él, az egy olyan környezet, ahol amit megmutatunk, és szerintem ezáltal tudja magát elhelyezni ebben a rohanó világban, és talán még a jövőre nézve is instrukciókat kaphat belőle. Zemplén népi építészete már a kulturális örökségünk részévé vált, sokszínű, tájegységenként eltérő, ezért is volt nehéz dolga a filmeseknek. Zemplén három kisebb tájegységből tevődik össze, Hegyalja, Hegyköz és Bodrog köz. Tehát mind a három tájegységbe szerettünk volna egy picit bevillantani, hogy milyen fennmaradt értékek vannak még. Másrészt pedig szerettem volna azt bemutatni, hogy az évek folyamán hogyan változtak meg a felhasznált anyagok, hogyan változtak meg az építési technológiák az iparosodással, az új anyagok megjelenésével. A Bodrogzug és a Longi erdő szépsége köszön vissza a vászonról, a természet közensége viszont általában elérhetetlen, mocsaras jellege miatt. A stábnak szerencséje volt, hiszen aszályos időben járhatták be a vidéket, remélik sokaknak csinálnak kedvet hozzá. Én azt várom, hogy azok a fiatalok, vagy akár nézők is, akik megnézik ezt a filmet, nem messze találnak maguktól néhány kilométerre egy olyan tájat, amit érdemes felfedezni, és például én is a családommal, amikor tehetem, a Longerdőbe el fogok menni, bár egy olyan időszakban, amikor kevesebb a szúnyog. A harmadik film Sátorolja Újhely történetét, legfontosabb épített vagy éppen kulturális értékeit mutatja be Szabó Máté és Suhanesz Péter alkotó munkájának köszönhetően. A kisfilmeket Sátorolja Újhely Sárospatak után Pálházán is bemutatták, akik lemaradtak róla, az Emplén Televízióban újra nézhetik a legújabb térségi jelentőségű filmeket. A Hippolita Lakály című zenés vígjátékkal nyílt meg a színházi évad Sátorolja Újhelyen. Az 1931-ben készített magyar film színpadi átiratát a Sziget Színház művészei mutatták be. Hippolit szerepében Bence Sándort, Schneider úréban pedig Várfi Sándor művészeket láthatta a nagy érdemű. A társulat ezzel a darabbal debütált 2004-ben, s azóta is nagy sikerre játsszák országszerte. A Hippolita Lakály című filmet 1931-ben mutatták be, és ez volt a második magyar hangos film olyan sztárokkal, mint Csortos Gyula, Jávor Pál és Kabos Gyula. A Magyar Művészeti Akadémia az 53 legjobb alkotás közé válogatta. A Zágon Ejzeman Nóti szerzőpáros forgatókönyvét hamar színpadra írták, ez volt az első magyar film, amiből színpadi darab készült. Országszerte nagy sikerrel játsszák a magyar színházak. Sátorolja Újhelybe a Sziget Színház társulata hozta el a darabot Pintér Tibor rendezésében. 10 éve játsszák, nagy sikerrel. Annyira jól meg van írva, az a tapasztalatom, ezek a régi klasszikusok, hogy nem nagyon lehet elrontani. Tehát, hogyha ugye ezt általában úgy rendezik a jó rendezők, hogy kiválasztanak 6 jó színészt, és akkor azok összemondják a szöveget, majdnem jó a darab. Azok a jó darabok, azt szoktam mondani, ami rádiójáték formájában is kiválóan élvezhetőek, hát ez egy olyan darab. És ráadásul ugye ennek a darabnak nem a díszletben, nem a technikai vívmányokban van a bája, hanem tényleg a darab minőségében. Egy új gazdag rózsadombi család életébe pillanthatott bele a közönség, ahol az addig arisztokrata családoknál szolgáló Inas Hippolit új szokásai és rendszere nem kis meglepetést és komikus helyzetet eredményez. Schneider úr szerepében Várfi Sándort láthatta a nagy érdemű, akinek gyerekkori élménye a film. A Sziget Színház társulatában első perctől a darab szereplője. Azt mondja, a film és a darab sikerét a pesti humor adja, mely örökérvényű.
ez az igazi színház, ez az egésznek az alapja, és a pesti humor az nagyon fontos. Én mai napig ugye ha csak és a jóban is elég sokat játszunk Bródi Norbert kollégámmal, és szükség van az embereknek erre, nem csak a stand-up komedire, ami elég eldurvult formában látszódik meg, hanem erre a pesti humorra szükség van. Ezt nem szabad elvenni tőlünk magyaroktól, mert ez a miénk. Hippolita bölcs és ironikus lakály szerepét Bence Sándor alakította. 8 éve játssza a karaktert. 22 évesen egy beugrás adott neki lehetőséget arra, hogy Hippolittá válhasson. A fiatal színész számára nagy kihívás volt a karakter megformálása. Én maradtam Hippolit, és az évek során azért annyi mindent hoz ez a színész szakma egy ember számára, hogy szépen rassan ráérez. Nem azt mondom, hogy akkor az egy fergetegesen jó alakítás volt, most már olyan kényelmesen érzem magam ebben a szerepben, úgyhogy nem hiszem, hogy itt remélem, hogy hozzá tudok öregedni a szerephez. Schneider úr és Hippolit legendássá vált humoros párharcát az újhelyi közönség nagy tapsán jutalmazta. A történet ma is időszerű, hiszen ma is vannak Schneider családok, akik anyagiakban gazdagok, de lélekben és szellemben van némi lemaradásuk. Hippolit a kimér, de bölcs lakály azonban mindannyiunknak rávilágít az élet lényegére, hogy rangtól, származástól függetlenül minden ember egyformán szerethető. Szabad tanórai látogatást szervezett szülőknek a Kazinczy Ferenc Általános Iskola. Az iskolai nyílt napokon az érdeklődő családtagok megtekinthettek egy-egy általuk kiválasztott órát, megfigyelhették a pedagógusok szakmai módszereit, a gyermekek iskolai munkáját. Az idei nyílt napokra a leendő elsősök szüleit is várták. A legtöbb szülő az első és második osztályban figyelte meg az órát a Kazinczy Ferenc szülői nyílt napján. A hagyományos szabadóra látogatás lehetőségét szívesen veszik igénybe az édesanyák és édesapák. Nem láttam még itt ugye első osztály, és nem láttam órát. Szeretném megnézni, hogy milyen lesz. Ezt a két órát tudtam elszakítani az időmből. Az iskola igazgatója szerint a nyílt nap nem csak a szülőknek hasznos. A pedagógusok és az iskola vezetői is kapnak visszajelzéseket ezek után a napok után. Nevelőknek is jó, mert látják, hogy a szülők érdeklődnek, és a gyerekek is egy kicsit talán többet akarnak ilyenkor mutatni, meg az, ami otthon az iskoláról, a gyerek mindennapi munkájáról szóba kerül, azért itt egy kicsit közelebb kerül a valósághoz. Az intézmény ősszel és tavasszal is szervezi ilyen nyílt napokat, így a szülők a gyermekük egész éves fejlődését is megtapasztalhatják, ha részt vesznek mindkét iskolai alkalmon. Végül főpíreink még egyszer egy-egy mondatban. Képzés és támogatás. A város hátrányos helyzetű lakosságának támogatására nyert támogatás Sátoralja Újhely. Pokoli történetek. Az ismert televíziós újságíróval találkozott a sárospataki közönség. Mi leszek, lehetek, ha nagy leszek? Szakma bemutató délután szerveztek a Sátoralja Újhelyi Katolikus Szakközépiskolában. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatok van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!